Mennyire nehéz ez a kupa, és melyik öltök viszi haza először? Hát szerintem a Vili fogja hazavinni. Nem szabad hazavinni, úgyhogy egyikünk sem. Igen, a Vili fogja hazavinni. De hogyha lenne egy ilyen kisebb, tehát más, akkor megosztva kellene így valamelyik kötöktél tárolni, vagy ez hogy lenne, hogy mindenképpen átadod a Vilinek ezt a díjat? Kaptunk egyet, ugye, amit mindenket személyesen hazavihettünk, de hát így most egy picit többször kell találkoznunk, hogy együtt tudjunk egy vacsora mellett erre kocintani, de tényleg gondolom, hogy a Vili nevében is pontot olyan megtiszteltetés, hogy ifjabb Bacskai Gábor, tehát idén közösen megnyertük, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy megosztva lehetünk most itt. Akkor még egy vacsora erejéig azt hiszem, hogy a balutársaságet kell élvezned. Igen, igen, most már mondtam, hogy kezd egy kicsit sok lenni, de már megszoktuk egymást. Lána, én fizetek. akkor jó, nem? Ugye ez az év csatárának járó díj, amit átvehettetek megosztva. Az lenne a kérdésem, hogyha a másiktól átvehetnétek bármilyen skills-t, akkor mi lenne az? Hát én mindenféleképpen a Balúnak a korizását azt nagyon, nagyon szeretném átvenni. Sajnos erről már lecsúszott így az idő, de azt szeretném kiemelni. Szerintem az világklassz is. Én szép szavak után nem tudom, hogy én mit mondhatnék. Semmi. Szóval, hogy a Vilibe azért nem véletlen van ott, ahol van, úgyhogy olyan sok mindent átvehetnék, de azt gondolom, hogy meg vagyok az eléged ma, ami van, azzal próbálok főzni, ezzel a Vili is ugyanígy van, de akkor, hogyha valamit kell mondani, akkor a góllövést, abban a Vili azért sokkal jobb, mint én, úgyhogy ezt átvenném tőle. Jó látni, hogy már mosolyogtok, hiszen egy hét telt el azóta, hogy nem sikerült a bemaradás, akkor azért mindenki nagyon elkeseredett volt, mennyire sikerült így egy hét alatt ezt feldolgozni? Nem sikerült, tehát azért mi is nyilván azt gondolom, hogy ezek kudarcot nem vallottunk, tehát egy picit azért egyszerűbb volt, hogy tényleg nagyon közel voltunk, nyilván inkább rosszabbul is esik az embernek, de úgy gondolom, hogy azért ezért szépen lassan túljövünk. Örülök annak, hogy ilyen teljesítményt tudtunk nyújtani, tehát nyilván az volt a terv, hogy mi egy meccset nyerjünk, azt meg is nyertük, megint nem a jót sikerült, de hoztunk egy pontot ugye az osztrák meccsen is, tehát hogy azért vannak ebben olyan pozitív dolgok is. Aztán pedig jövőre megpróbálunk visszajutni, de ahogy mondtam itt a diát adonál, és most picit koncentrálunk arra, szerintem én legalábbis személy szerint, hogy vagy töltögyek nyárra, ugye hosszú szezon volt. De hogy élted meg ezt a világbajnokságot? Hát nyilván nagyon nehéz volt így egyből utána, de szerintem megtettük azt, amit megtudtunk. Én nem nagyon tudok olyat mondani, amit máshogy csinálnék. Talán a büntető volt, amit szívesen belőttem volna. Azon kívül én meg voltam így elégedve egyébként a játékunkkal, de nyilván még sokat kell fejlődni a magyar hokinak. Itton vagytok mind a ketten, itton telik ez a töltődés, mind a kettőtök meg? Én megyek vissza Svédországba már most vasárnap, a csapatommal edzeni kell még nyáron is, úgyhogy nem sokat leszek most így itthon. Én pedig maradok itthon.